A kuflik és a pofavágó verseny. Egy őszi hajnalon Valér korán ébredt. Nem madárcsicsergésre, nem zödön horkolására, még csak nem is arra, hogy dörög az ég, hanem egy ötletre. Pofavágó verseny! Azzal már rohant is, hogy elmondja a többieknek. Jó reggelt! Rikkantotta Valér. Dörmögte álmosan zögön. Jó reggelt! Lelkesedett Valér. Nyújtózkodott Pofánka. Jó reggelt! Kiáltotta Valér. Ébredt riadtan Titusz. Jó reggelt! Rázta fel Hildát Valér. Mi az? Értetlenkedett Hilda. Jó reggelt! Kiabálta Valér, mert Délabá köztudottan nagyot halló. Jaj! Mi történt? Lepődött meg Délabá. Jó reggel! Ébresztette Titircet Valér. Már éjjel is, reggel van. Elmélkedett Titirc. Jaj, mi történt már megint? Nyafogta Pofánka, amikor mindannyian kiszédelektek a kufli üregükből. Zseniális ötletem támad! Ez a hajnali ébresztés az? Kérdezte Mogorván Titusz. Dehogy, egy pofavágó verseny! Nincs az ilyesmihez kicsit korán? Kérdezte álmosan Hilda. Még nem is reggeliztünk. Dörmögte zögön. Úgy emlékszem, te éhgyomóra különösen remek pofákat tudsz vágni. Nekem még fel sem ébredtek a pofavágó izmaim. Motyogta félálomban Fityirc. Az pedig nagyon veszélyes. Ismertem egy tapírt, aki egyszer kora hajnalban próbált pofákat vágni. Hát, aztán úgy maradt, mondta Bélabá. Ez meg hogy történhetett? Begörcsöltek az izmai, napokig vicsorgott, és kilógott a nyelve. Nagyon szenvedett szegény. Vajon miért vágott pont ilyen arcot? Érdeklődött Hilda. Úgy emlékszem, egy fagyit nyaló mókust próbált utánozni. Magyarázta Bélabá. Szerintem a mókusok sosem szoktak fagyit nyalni. Akkor sem, ha melegük van. Erdőkben nem árulnak fagyit. Ennyi az egész. És mi van, ha a mókus készít magának? Kérdezte Fityirc. Mégis, szerinted miből tudna fagylaltot csinálni egy mókus? Nyilván, magyaróból, mondta meg a vállát Fityirc. Csak hogy a fagyihoz nem elég ám a mogyoró. Ahhoz tölcsér is kell. Itt a közelben tölcsér bokor is akad. De ez az elhagyatott rét, és mi most egy erdőben élő mókusról beszélünk? Nem! Mi a pofavágó versenyről beszélünk. Kiáltott közbe Valér. Akkor most tényleg az van, hogy utánoznunk kell egy fagyizó mókust. Pont reggeli elő. Ez már a verseny? Zödön egy személyes mókus verseny. Elég már a mókusozásból. Miért? Szerinted mit nem volna fura utánozni ilyenkor? Talán egy fókát? Fókát? Miért volna kevésbé furább hajnalban egy fofóka, mint egy mókus? Mondhattam volna rókát, vagy akár csókát is. A legfurább az egészből úgyis a fagy. Szerintem fókát utánozni sokkal nehezebb, mint a rókát. A csókáról nem is beszélve. Megmutatnád? Szívesen, akárben, mi mindegyiket.
szerintem inkább ilyen arcon van. Mit csináltuk itt ilyen korán? Dugta elő a fejét Mohamanyi. Csak nem pofavágó versenyt rendeztek. Ezt meg honnan veszed? Talán mert pont úgy néztek ki. Á! Dehogy! Mi csak épp megnéztük, nincs-e még túl korán a felkeléshez. És túl korán van. Nagyon is! Válaszolták kórusban a kuflik, azzal el is tűntek az üregeikben, mintha ott se lettek volna. Sohasem. Gyerekek, de kár, hogy kimaradtam ebből a történetből, pedig én fapofákat is tudnék vágni. Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg... Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titusz a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy arra szögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak. Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna? Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé, Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejem ettől a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Tituszt, és Hilda. Legutoljára pedig Fityircet. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt.
Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsor mókus lakott, ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Bélabá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét. Hazafelé menet Bélabá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmók vakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titusz, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a napbujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, még a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol? A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Bélabá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Hová, hová? Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Bélabá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Bélabá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült?
Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva. Tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg, na ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Sikerült! Éljen! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborba. Most akkor melyik fejem van fent? És melyik lent?